A gyilkos gyermek Deák Ferenc idősebb, kehida Deák Ferenc és Óvári Sibrik Mária Erzsébet fiaként jött a világra 1803. október 17-én Sőtörön. Édesanyja a szülés után néhány órával meghalt. A fennmaradt szóbeszéd szerint apja az anyuka halálával okolta az újszülöttet, ezért még aznap egy kocsi barakatta és zalatárnokra vitette a gyermek nagybátyjához, kehidai ideák Józsefhez. Deák Ferencet ő nevelte fel, ez annak is volt betudható, hogy Deák József és felesége pont akkor váltak szintén gyermeket, és az ő háztartásukban volt egy szoptatós dajka is. Édesapja tehát racionális döntést hozott. Deák öt éves volt, amikor az apja is meghalt. Tizenkét unokatestvérével együtt nevelkedett.